Ez már az események tekintetében nem is fontos, mert az ember csak azt veszítheti el, ami valójában elveszíthető. Amit már nem veszíthet el, azt úgyse veszíti el. Megkezdjük is ezt a mai napot. Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. És tényleg a veszteségekről szeretnék beszélni, mert úgy tűnik, hogy a veszteségek azok elkerülendők, és ebben a materiális világban nagyon negatívak, hiszen ha egy cég csődbe megy, akkor az nem jó, és tényleg nem jó. Főleg, hogy szándékosan mennek csődbe cégek. De a lényeg az, hogy a veszteségek azok az ember számára a létbiztonságot, a családi vagy társadalmi biztonságot látszanak veszélyeztetni. És ez tényleg így is van. Elveszítesz egy kapcsolatot, elveszítesz bizalmat, barátságot, netán életet, ugye a rokonok, barátok, családok közül, akkor az úgy tűnik, hogy nagyon veszélyezteti a saját biztonságodat is. Igen, ám, csak hogy bármennyire így van ez, veszteségek nélkül nem tudunk növekedni. Nem csak azért, mert a veszteség teremt helyet, teremt üres teret valaminek, hanem azért, mert itt tudjuk megtapasztalni azt, hogy mi az, ami nem veszíthető el. Meg se nyerhető, de így nem is veszíthető el. És előbb-utóbb, ahogy haladunk az élet országútján, meg kell szoknunk azt, hogy mindazt, amit ebben az életben megkapni látszunk, azt el is fogjuk veszíteni, vagy legalábbis oda fogjuk adni, fel fogjuk ajánlani, vagy átruházzuk másra a végrendeletünkben. Az a kérdés, hogy amíg van, addig mit csinálunk vele? És kezdődik ez ezzel a testtel. Megszületünk, fölveszük ezt a testet nagy nehezen, felnevelnek a szüleink jó esetben, és elkezdünk a tudatunkkal valamit kezdeni, és azokat a rétegeket, amelyeket rávettünk, a neveltetést, a tudást, a szakmát, az elhivatottságot, a különböző személyiségelemeket, mire használjuk? Mire vagyunk jók, mint egyének ebben az életben? Mire tesszük alkalmassá magunkat? És egy birtoklásra és érzékszervi tapasztalásra épített társadalomban ez a kérdés nem tisztázott. Rengeteg választ szeretnénk rá adni, de valójában nekünk nagyon kevés kellene, mert itt a kevesebb az több. És ez az első tanulság, amit az illúzióvesztésben, az anyagi veszteségekben, az emberi veszteségekben megtanulunk, hogy a kevesebb az több. Ekkor kezdünk el minőségi módon gondolkodni, és nem mennyiségi szemlélettel élni. És bármennyire is mennyiségi szemléletet súlykol a mai materiális társadalom az emberekben, magyarul minél többed van, annál jobb, minél nagyobb, fényesebb, híresebb, annál jobb. Egy idő után megtapasztaljuk, hogy a mennyiség minőség nélkül az teljesen hiába való. Ezek a megcsömörlött gazdag életek, és ezekre már külön klinikák vannak, hogy hogyan foglalkozzanak ezekkel. Pénz van, minden más nincs. És ennek a mostani erőteljesen kapitalisztikus társadalomnak az az egyik problémája, hogy mindent pénzre vált, utána a pénz elveszíti az értékét, a jelentését, néha még a létét is, és akkor minden elvész. Mert nincs jelentése, nincs értéke, és néha nincs már megfogható fizikai jele sem, mert amit értéknek tartottunk, az átváltozott egy anyagi csereeszközzé, az anyagi csereeszköz átváltozott egy elektronikus jellé, és az elektronikus jellet valaki törölte a merevlemezről. És ekkor átélünk valami teljesen mást, mint amire egyébként konfiguráltuk magunkat, veszteséget. A kérdés az, hogy megtapasztaljuk-e azt a nyereség és veszteség közepette, ami nem nyerhető meg és nem veszíthető el. Megtapasztaljuk azt a valamit, ami fölveszi ezt a testet, amikor megszületünk, és leveti, amikor meghalunk. Ami beszél bennünk és hallgat, ami érez, cselekszik, és elszenvedi ezt az életet, vagy pedig boldog lesz az életben, esetleg a kettőt együtt. Ha ezt megtapasztalod, akkor valami többel mész el, mintha csak intelligens tápcsatornaként eltöltötted volna az életedet.
megvoltak az inputok és az outputok, és egyszer lekapcsolják a gépet, alaplapcsere. Szervusztok! Tehát az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e erre a minőségi ugrásra. És ehhez legalábbis a ragaszkodásaink elengedésére van szükség, ehhez a veszteségek elfogadására van szükség, és a nyerességek nem önös, birtokló módon való megtartására vagy menedzselésére van szükség. És hogyha ezt merjük vállalni, akkor nem csak egy önzetlenebb, világosabb életet élünk, hanem teljesítjük azt az eredeti, nagyon mély emberi igényt, hogy belenézzünk létünk és halálunk mélyébe. És a zen az az egyik útja ennek, az egyik lehetséges útja ennek, amely passzol bizonyos alkatokra, és tetszik bizonyos embereknek, és nem tetszik másoknak, és nem passzol más alkatoknak. A mai dharmabeszéd és kérdések válaszoknak igazán az a célja, hogy eldöntsd, vagy újra megéld azt, hogy számodra a zen alkalmas-e, vagy sem. Itt nem az önmagad kétségbe vonása a cél. Itt nem egy újabb, felesleges mentális rutin a cél. Itt az a cél, hogy újra átéld azt, hogy mi az, amit keresel, és mi az, ami keres. A zenben meg lehet tapasztalni azt, hogy amit keresel, és ami keres, az egy és ugyanaz. De ezt nem lehet pusztán gondolati úton, rövid zárlattal a tudatban elintézni. Úgyis megvan. Nincs. Egy kicsit felnyitod a motorháztetőt, benézel a tudatküszöböd alá, hogy lent mit tárolsz a mélységben, és látod azt, hogy mennyi kétséget, vágyat, haragot, emléket, jövőbeni félelmet, reményt tárolsz lent. Amik szépen ott topzódnak, és ott termelik a hasadó anyagot, és ott sugárzanak, akár szennyező módon, akár energiatermelő módon. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet tanulni, de az egyik nagy paradoxona az életnek az, hogy a sok tudás által eljutunk oda, ami nem tudható. Eljutunk oda a sok megismerés által, ami nem megismerhető, mert ez a megismerésnek az alanya is, és a tárgya is egyben. Úgyhogy a régi kínai bölcsességet hozom ide, amely úgy szól, hogy hogy találhatnál rá arra a bikára, melynek a hátán már ülsz. És a válasz az, hogy nagyon nagy munkával. Nagyon nagy munkával, ugyanis ezt a bikát mi nagyon-nagyon túljutalmaztuk különböző szénhidrátokkal, szellemi cukrokkal, bebeszélésekkel, illúziókkal és hamis identitásokkal. És hogyha ezt megszűnünk cselekedni, akkor a bika hirtelen egészséges lesz, és ilyen baktériumgyűjtemény helyett esetleg energiát termel, és életerős, és megy az útján. Legtöbben a bikát, amin ülünk, tehát igazi önmagunkat, egy ilyen hatalmas sárréteg alatt szoktuk tárolni, de belógatjuk elé a különböző répákat, ami az életben az önmagunk jutalmazására szánt ugye, adalék, és a bika szépen követi a répát, és aztán rájön, hogy egy idő után bármeddig megy, bármit csinál, nem érheti el. Ez az ember hiába való boldogság keresésére rímel. Éltetek már eleget ebben a helységben ugye mindannyian, hogy tudjuk, aki közvetlenül csak a boldogságot keresi, és a boldogságot egy érzékszervi tartalomban, egy létállapotban óhajtja rögzíteni, az előbb-utóbb csalódik, mert ezek az érzékszervi tartalmak nem állandóak, nem tökéletesek, nem függetlenek a világtól, és a változásnak és a tökéletlenségnek ki vannak téve. Az emberi kapcsolatok, létállapotok pontosan ugyanilyenek. Tehát nem tudsz egy kapcsolatot rögzíteni, és nem tudod azt mondani, hogy babám, te így vagy jó nekem, te legyél szíves, maradjál ilyen. Ez nem fog bekövetkezni. Mindannyian változunk. A kérdés az, hogy tudunk-e együtt változni? Tudunk-e közösen valami közös egyetértés felé menni? És az igazi kérdés az az, hogy eközben megismerhetjük-e igazi önmagunkat, megtapasztalhatjuk-e igazi önvalónkat. Erre az utóbbira az a válasz, hogy természetes. Tehát levakarhatod a saratabikáról, megszüntetheted a répa utazást, és ha már a bikáról beszélünk, akkor hozzuk ide a buddhista, taoista bölcsesség egy nagyon komoly hasonlatsorozatát, amely a 10 bika történet.
A tíz bika történet az a szellemi útnak egy olyan parafrázisa és szimbolikus ábrázolása, amely szerintem minden gyakorlónak hasznos. Az első az, amikor keresem a bikát. Tehát látsz egy embert, aki szérűn, mezőn, hegyen, völgyön keresi a bikát. És ez az első kérdés az emberben, hogy miért vagyunk itt, mire születtünk, miért vettük fel ezt a testet, miért így viselkedünk, miért születtünk ide és ebbe az időbe, és nem máshova és máskor. Miért vagyunk ilyenek, miért ilyen a személyiségünk. Utána elkezdjük a saját cselekedeteinknek, beszédünknek, gondolatainknak az eredményét meglátni, az érzelmeinknek a lenyomatait, és ekkor a második képbe jön, hogy a bika nyomait meglátod, tehát felfedezed a nyomait. Az embereknek nagy részt még ez is nagy feladat, mert annyi minden egyébbel szennyezzük be a tudatunkat, hogy nem látjuk a bika nyomait. Inkább elhalmozzuk magunkat a különböző ideológiákkal, dualisztikus nézetekkel, gondolkodással, hitelvekkel és egyebekkel, és nem látjuk meg a valódi nyomokat, mert szépen gondosan behintjük a feledés és az önfelmentés porával, és akkor ne kelljen már látni, hogy mit csinálok, mi a következménye a cselekedeteimnek, érzelmeimnek, gondolataimnak, beszédemnek. De ha ez mégis bekövetkezik, akkor meglátjuk magát a bikát, amelyik teljesen barna. Teljesen barna. Ez azt jelenti, hogy igazi önvalód a karmától teljesen lefedetten ott van. Hát ugye a szeme, orra, szája az ugye működik, de minden más barna. A következő lépés az, hogy megközelíti a bikát, és egy kötelet a nyakába tesz. Amikor a kötél a nyakába kerül, akkor a feje kifehéredik. És ez egy nagyon fontos dolog, amikor már az ember annyira föleszmél, hogy a döntés megszületik, hogy járja az utat, azt hívjuk kezdeti bölcsességnek. Ez még nem a felébredett állapot, de már azt látod, hogy valamire szükség van. Valamilyen úton járni kell. A szenvedésnek az okát meg kell találni. A megszüntetésének a módját meg kell találni. Ekkor ez a kezdeti bölcsesség. Amikor ez megszületik, akkor kifehéredik a bika feje, rákerül a gyakorlatnak a kötele a nyakára, amely semmi más nem csinál, csak elkezdi megfékezni és tanítani. Ez az önkontrollnak az első kísérlete. És ez nem könnyű. Tehát nem lehet a bikát csak úgy húzni, vonni, mert sokkal erősebb nálad. Megpróbál lehúzni a völgybe, fölvinni a hegyre, behúzni a vízbe, ezek különböző ábrázolásmódok. De valójában ez az önmagaddal való küzdelem. Amikor megpróbálsz valami jobbat kihozni magadból, mint egy érzékszervekhez kötött, kondicionált lét. Amikor tényleg megpróbálod meghaladni önmagadat. És ez a kötél, ez a gyakorlat, ez az eszközrendszer, a technika, a meditáció, a tanulás, a Buddha, Dharma és Sangha hármasság, amivel megpróbálod megjavítani önmagadat, még akkor is, hogyha tényleg még csak a fej fehéredett ki. Aztán a rákövetkező kép, amikor ugye egy fához kikötöd a kötelet, ez a gyakorlat megszilárdulása. És akkor a bika már félig, vagy néha háromnegyedig kifehéredik. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos, fegyelmezett gyakorlat az úgy működik, mint az a nagyon erős vastag fa, amihez a bikát kikötve már nem bitangol el, a fát nem tudja kitépni, és ekkor te, mint a bikának a tulajdonosa, közelíthetsz hozzá, és felülhetsz rá. És akkor mész a bikán. Ekkor a bika már teljesen kifehéredett, de még a kötél a nyakában van. Ez azért kell, hogy már a gyakorlat haladott állapotában is a technika érvényesülhessen, az eszközt használni tud akkor, hogyha bármiféle maradvány karma megjelenik. És ezek után leszállsz a bikáról, a kötél lekerül a nyakából, és a bika ott legelészik a hegyoldalon, és te pedig nézed a tájat. És már nem kell a bikára tudatosan figyelni. Már rég nem kell a kötél a nyakába. Már nem megy el tőled. A következő kép az, amikor eltűnik a bika is, meg az ember is. És marad csak a tájkép. Ez nagyon fontos.
Ez az, amikor az ég kék és a fű zöld, és te, mint alany, már nem vagy ott. Mert a személyiségedre, mint elkülönült egoitásra már nincs szükség, és meg is szűnt. De a tájkép még ott van. És a tájkép eltűnt-e, az egy nagy körrel, egy zenkörrel jelöltetik, és ez a zenkör a teljes üresség megtapasztalása. Vannak olyan ábrázolások, ahol először jön a kör, és utána a tájkép. De ezek után megjelenik az, hogy ismét ott van a bika, ismét ott van a gyakorló, de ebben az állapotában ugye megjelenik ismét a bika, és megjelenik a gyakorló, de már fuvolázva ül a bikán, tehát már zeneszóra, már a gazda gondolatára cselekszik. És a következő lépés az, hogy megjelenik a város, megjelenik a piactér, és megjelenik az a mester, aki tanítja a tanítványt. És általában az az utolsó kép, hogy a mester instrukciókat ad a tanítványnak. Az emberek azt gondolják, hogy ezzel itt vége. Nem. A régiek ciklusokban gondolkodtak, semmint valamilyen linearitásban, aminek meghatározatlan eleje és meghatározatlan vége lenne. Ekkor tessék visszaugrani gondolatban az első képhez, mert az instrukciók birtokában a tanítvány elkezd járni az úton, és elkezdi keresni a bika nyomait. És akkor da capo al fine, újra az egész. Úgyhogy nagyon sok olyan művészi alkotás született, amely alapul támpontú szolgálhat az utunkon, de az igazi belső iránytűd az csak a tiéd. Semmelyik keretrendszer, semmelyik technika nem szolgálhat 100%-os biztonsággal vezetőként ahhoz, hogy haladj az úton. Ahhoz a saját tisztánlátásod semmi mással nem cserélhető föl. Ahhoz a saját önmagaddal való őszintességed semmi mással nem pótolható. És hogyha ilyen módon kezdesz el gyakorolni, akkor nem fogsz a spirituális materializmus hibájába esni, vagy pedig olyasféle érzékszervi tartalmakat hajszolni, amelyek úgy tűnik, hogy rövid távon segítenek a szellemi úton, mert kicsit turbóra töltik a szellemi tapasztalatod, aztán ki is égetnek, és ott is hagynak kiégve az árokparton. Aztán szerviz legyen a talpán, amelyik helyre tudja hozni a tudatodat, meg a testedet. Úgyhogy természetesen kell a művelődés, és kell az a tudás, amellyel megpróbáljuk körbejárni a nem tudhatót, és megtapasztalni azt, hogy mi az, ami tapasztal. De valójában ezen az úton saját elhatározásodra, kitartásodra és motivációdra vagy utalva. És hogyha nem érnének veszteségek, ha nem érnének válságok, ha nem kerülnél néha sokkos állapotba, akkor nem lennél kirobbantva abból a kényelmi zónából, amit a saját egoitásodnak hívunk. Ezért kellenek az életválságok, ezért tervezted be magadnak nagy részét, és a másik részét pedig kedvesen legyártották neked a te egyetértéseddel. Tehát, hogyha ezt így nézed, akkor a szenvedésedből üzemanyag lesz, és motiváció lesz, és nem pedig egy olyan baleset sorozat, aminek a végén csak széttárod a kezedet, és megkérdezed, hogy uram, atyám, miért történt ez meg velem? Akkor ez a kérdés megváltozik olyan, hogy igen, hogyan járultam ehhez hozzá, hogyan hoztam létre, és miért kértem ezt magamnak. Most ha ezt így az ember meri feltenni ezeket a kérdéseket, akkor gyakorlatilag csak elpusztítható lesz, de legyőzhető nem. És ez a lehetőség mindannyiunk birtokában van, és ezért hívták és hívják Sákjamoni Buddhát a nagy hősnek, mert ezt a győzelmet meg tudta szerezni önmaga felett, és elvesztette illúzióit, vágyait, haragját és téves nézeteit, de azt pontosan nem tudjuk, hogy mit kapott helyette. Megvilágosodásnak hívjuk, és látjuk megnyilvánulásában, hogy bölcsesség, együttérzés, odaforduló szeretet, önzetlen segítség. Ezeket mind látjuk, de hogy valójában mit tapasztalt, azt nem tudjuk, mert nem mi tapasztaltuk, hanem ő. De törekednünk kellene valami hasonló irányú erőfeszítésre, valami olyasféle útra, amellyel meghaladhatjuk önmagunkat, a nyerességünket, a veszteségünket, a saját kényelmünket vagy fájdalmunkat. És ez a lehetőség, a felébredés lehetősége mindannyiunk birtokában áll.
Úgyhogy ha ez irányban bárkinek kérdése lenne, akkor nagyon szívesen megpróbálok válaszolni rá. Hogyha a spirituális fejlődést egy piramisnak képzeljük, akkor a rá felvezető utakba és a csúcs, az, tehát egy csúcs van, ami a megvilágosodás, vagy lehet több csúcs is? Én szeretném, hogyha a megvilágosodáshoz vezető utat nem piramisként képzelnénk el. Akkor minek kéne elképzelni? Én egy pohár teának szeretném elképzelni. Sokkal egyszerűbb. Ezért is mondta Juju Zen mester, hogy menj, igyál teát. Ez egy olyan történet, amely minden zen gyakorló fülében élénken él, és visszhangzik. Ez úgy szól, hogy Juju Zen mester tanítványt fogadott, és a szolgálója látta. És a tanítvány messziről jött, és megkérdezte Juju, hogy ugyanhonnan jött el. Észak-Kínából, mester. Menj, igyál teát. Bejön a következő tanítvány, ő is leborul és tanítást kér, Juju megkérdezi, honnan jöttél? Dél-Kínából, mester. Menj, igyál teát. Utána, miután a tanítványok elmentek, a szolgáló megkérdezte a mestert, hogy mester, lehet egy kérdése? Hát persze. Az első éjszakról jött, azt mondtad neki, hogy igyon egy csésze teát. A második délről jött, és azt mondtad, igyon egy csésze teát. Miért? Szolgáló. Igen. Menj, igyál egy csésze teát. Tehát túl egyszerű ahhoz, hogy túl bogozzuk. Túl egyszerű és tiszta az, hogy föltegyem egy piramis csúcsára. És legyárthatok hasonlatokat, de néha a hasonlat, mint engedd meg ebben az esetben is, megnehezíti a válaszadást. Tehát ahhoz, hogy szemléltessem, az pont a szemléltető eszköz kell elvennem. Ahhoz, hogy meglássam, hogy micsoda, pont a piramist kell valahol szépen, nyugodtan, mészkörre lebontani, nehogy hozzányúj az eredetihez, az úgy szép, ahogy van. Tehát ember még olyat nem épített, nem is fog egy millió tonna kő. Tehát így, csak a saját kis piramisunkat itt belül tudatilag azt szépen le, és akkor meglátod azt az aranytömböt, ami mindig is ott volt. És ez a legfontosabb. Tehát ezért mondja a Szív Szutra azt, hogy sem forma, érzés, érzékelés, akarat vagy tudatosság. Ez nem az igazi énünk. Ez az öt szkanda, az öt személyiség alkotó. És ezek fontosak, mert ettől vagyunk emberek. Nem lenne testünk, akkor nem tudnánk működni. Nem lenne tudatunk, érzelmeink, akaratunk, egyebünk, hát érzékelésünk, nem lennénk emberek. De ez igazi önvalónkkal nem azonos. Ezt fölvettük, mint sofőr a bérautót. Azt egy idő után le kell rakni a garázsban. Vagy hogyha túlhasználtad a roncstelepet. Vagy hogyha túlhasználtad, akkor a roncstelepen és kifizetni az extra költséget. Tehát most hallottál póthasonlatokat, ezért elnézést kérem. De remélem, hogy a hasonlat elvételével többet adtam, mint hogyha megkoronáztam volna valami koronás bölcsességgel, ami sokkal konceptuálisabb sem, hogy így zenügyben használható lenne. Jó? Köszönöm, értettem a hasonlatot. Szívesen. Van-e jelentősége a zenben, amit Buddha tiszta földjének? Van. Abból szoktuk a bioélelmiszert termelni. Köszönöm. Ennyi elég? Hát akkor miért nem kéred, hogy süssünk belőle neked valamit, vagy esetleg salátát? Ez lenne a legjobb. Először is nézzük meg, hogy Amitabha Buddha mit jelképez, hogyan, tehát maga a főnök, a főtulajdonos az hogyan jött létre, mert birtokba kerülni a tiszta földön nem könnyű, nagyon sok művelet kell hozzá. Ez Amida, az A az a fosztóképző, a Mida pedig a méter. Tehát a felmérhetetlen, a végtelen tér, végtelen idő, az a Mahayana késői Szung dinasztia korában megszemélyesült, mert a tömegeknek már nem lehetett ilyen szűk körben és eléggé tárgyatlan módon ezt tálalni. Tárgyasítani kellett, egyszerűsíteni kellett, és valahogy úgy kommunikálni, hogy egy életen belül megértse.
Tehát volt ez az egyszerűsített változat, ahol ezt a mérhetetlen, végtelen tér, végtelen idő, tiszta mintatér, tiszta mintatükör minőséget egyszer csak megszemélyesítették. Volt ez nyugaton, és hát éltek vele sokszor és sokan. De a lényeg az, hogy ez a megszemélyesítés, ez esetleges, és ezt emberek csinálták. A Hinayana nem tud Amitabha Buddháról. A Mahayana csinálta nekünk. És ez azért fontos, mert a tiszta föld az az, ahonnan nincs kényszerű születés és halál. Értsük jól, tehát ez a tudatnak az az állapota, amikor már fölülemelkedett a kényszerű migráció, a kényszerű születés és halál körforgásán. Ekkor választható a születés. Ekkor választható a keletkezés és megszűnés, és az ezzel járó halál is. Jó, tehát ez a tiszta föld, ez tényleg nem az ottani mennyország, vagy ez az eszkatológikus állapot, hogy várnak a friss és süldő bódhiszatvákot fent a mennyekben 70. Bocs, ez nem ilyen. Nota bene, hogy sikerült ilyenné tenni, tehát ideologizálni, sőt doktrinalizálni ezt, mert a mandzsúriai háborúban a japán buddhista illetőségű harcosok, ők Amitabha Buddha mantrájával az ajkukon haltak meg, hogyha lelőtték őket. Mert ők oda szerettek volna menni. Tehát a japán birodalom a Meiji restauráció után nagyon-nagyon komolyan ideologizálta a vallást, mert a vallást ugye sikerült az uralma alá hajtani, az uralkodó arcképét föltenni az oltára a legfensőbb szintre, amikor az uralkodó előtt meghajoltál, a Buddha előtt hajoltál meg, és vice versa. Ez azért volt nagyon súlyos, mert ez volt az írástudók árulása Japánban. Ezért lehetett teljesen kontroll nélkül a japán birodalom, és ezért kellett fél évszázadra rá két atomot kapniuk, mert nem álltak volna meg. Jó? Tehát ez ilyen súlyos. Tehát mihelyt a szellemi kaszt elveszíti öntudatát és elárulja a becsületét, akkor nem a társadalom egészét szolgálja és nem a saját feladatát végzi, hanem kiszolgálja a hatalmat, a külsődleges, az erő alapú hatalmat, és nem a belső mentális hatalmat közvetíti felé, mondván, hogy ébredj föl, gyakoroljon uralmat, légy bölcs uralkodó, stb., hanem azt mondja, hogy legyártom neked azt az ideológiát, amivel a nép számára elhitetheted, hogy a te háborúd a legigazságosabb. És ez nem csak Japánban következett be, hanem szinte minden társadalomban. Úgyhogy ahol háborúk voltak, ahol ideológiák és vallások voltak, mert hát nem szeretném egy kalap alá venni azokkal a kisebb társadalmakkal, ahol soha ezer éveken keresztül ilyen nem történt. Van, de csak elvétve. Úgyhogy Amitabha Buddha egy nagyon szép idea, de ahhoz, hogy közelebb jussunk, ahhoz magát a Buddhát kell elvenni, ezért mondja az Zen, hogy ha látod a Buddhát, öld meg. És itt most semmiféle gyilkolászásra nem buzdítunk senkit, nehogy. Hanem arról szól a történet, hogy ha valaki megszemélyesített valamit, és csinált belőle valamit, akkor azt merjük eredeti, még személyiség előtti, felcicomázott, antropomorfizált változata előtti állapotban látni. És ez a dolgunk, hogy visszahozni mindent oda, ahol nincs név, nincs forma. És ebből a pillanatból, ebből a tiszta pillanatból indítani. És tisztán helyzetet felismerni, kapcsolatot teremteni, cselekedni, beszélni, érezni. És akkor megy. Akkor lehet 100 000 Buddha, amennyi kell, bőven. Egyéb kérdés? A fájdalom átkonvertálása érdekelne. Azt mondtad, hogy azért választjuk és kapjuk ezeket az élethelyzeteket, hogy fejlődhessünk. Ha egy ilyen helyzetben van az ember, hogy a legcélszerűbb megoldani? Alapvető használati utasítás, hogy egyszerű és tiszta tudattal viszonyuljunk hozzá, ahelyett, hogy bonyolult és különböző elhárító mechanizmusokkal teli tudattal tennénk ezt. Mik ezek az elhárítások, bocsánat? Mik ezek az elhárító mechanizmusok? Nem az én hibám, nem az én dolgom, nem én csináltam, és akkor elkezdek panaszkodni, áthárítani, projektálni, blamálni. Ez szerintem elég. Viszont,
hogyha felteszem azt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön, akkor már az okot és az okozatot hajlandó vagyok látni. Tehát a helyes kérdés feltétele az már helyes irányba fordítja a szenvedést, hiszen a négy nemes igazság az a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetésének az útja. Na most a fájdalmat vagy a szenvedést, azt akkor tudod a maga atomizált, elkülönült, oszthatatlannak és megváltoztathatatlannak látszó állapotából kirobbantani, akkor a megfelelő módon felteszel egy kérdést, amely a megfelelő módon láttatja azt, tehát okozott, keletkezett, mástól függő mi voltában, hogy nem elszigetelten a maga tökéletes fájdalmában és örök frusztrációjában létezik, hanem azt valaki, valami, valakik, valamik létrehozták. Okozati folyamat eredménye nem állandó, hanem egy olyan állapot, amely keletkezett és elmúlik. Meg kell nézni, hogyan keletkezett, meg kell nézni, mitől múlik el, és a benne lévő energiát hova szeretném vinni. Tehát mi a szenvedés megszüntetése számomra, és mi az oda vezető út. És ekkor már nem egy abszolút tőlem független, rámosztott, végzetszerű dolognak fogom fel a szenvedést, hanem valami olyasminek, amelyben én 1-99%-ig részt vállaltam, meglátom a saját részemet, a saját részemet kivonom, a saját energiámat átalakítom, nem azokat a szokásokat követem, amelyek ezt a szenvedést létrehozták, hanem az abban lévő energiát, a habitust szépen visszaszedem, megváltoztatom, és más szokásokat építek ki. Tehát, ha felmerem tenni a kérdést, akkor minden további recept, ideológia és reflexiós felület nélkül, külső pont nélkül megláthatom azt, hogy pontosan hogyan hozom létre. Csak a saját bizniszemet intézem, de hogyha én kihúzom a saját kis gyufaszálamat a várból, akkor az összes többi összeomlik, előbb-utóbb. Úgyhogy nagyon nagy lehetőségek vannak itt ilyen szinten, csak le kéne győzni azt a szokást, hogy mindig a másikat okoljuk azért, hogy nekünk valami bajunk van. Első körben meg kéne látni, hogy mi hogyan járultunk ehhez hozzá. Tehát az a jó, hogyha nem esünk sem az önfelmentés, sem az önostorozás szélsőségeibe. És ekkor tudunk tisztán látni, ekkor vagyunk a középúton. Ekkor látjuk magunkat és a környezetünket kapcsolatban, mások és a magunk cselekedeteit összhangban, még akkor is, hogyha ez egy fájdalmas összhang. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van, de ehhez a kifele irányuló energiának egyszer csak vissza kell térni és befele nézni, hogy mi van itt bent. Ez az elengedhetetlen fordulat. Utána már szép lassan vagy gyorsan, attól függ, milyen gyorsan engeded el a ragaszkodásaidat és a téveszméidet, megy. Ezért találtuk ki a meditációt. Annyian, ennyi éve. És ezért találjuk föl újra és újra. Ezért van az út, ezért járunk rajta, ezért van módszer és technika. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hamarosan ugye Buddha születés napját ünnepelhetjük, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy skeleton ez miben nyilvánul meg? Tehát ez milyen szintű ünnepség, esetleg milyen szertartással jár? Nagyon magas szintű ünnepség, hatalmas szertartás, özönnel, fesztiválok, karneválok, minden, amit el tudsz képzelni. Hatalmas árudák, sorok, különböző szerzetesi zoknik és világi malák garmadáinak és tonnáinak az eladása. Lótuszlámpások ezreinek a fölaggatása különböző adományozó nevekkel az oltár felé. A nagyobb adományozók nagyobb lámpást is közelebb, a kisebb adományozók kisebb lámpást is távolabb. Tehát ez nagyon szépen az ottani kultúrában is strukturálódott, megszületett, és nagyon fontos. Na most néha elhangzik olyan dharma beszéd is, amikor arról szólunk, hogy igen, arról kéne még ezen kívül beszélnünk, hogy megteremtettük mindennapi kenyerünket valahogy, hogy a felébredést szeretnénk ünnepelni, egy olyan embernek a születését, akinek a művét 2500 éve
ugye követjük, aki tényleg olyan szintű tudattal született, és olyan utat járt be, hogy a teljes megvilágosodására tudunk hagyatkozni és támaszkodni. És az alaptanítása, hogy bennünk ugyanolyan lehetőség van a megvilágosodásra, mint benne és más nagy tanítókban, mert ő beszél nagyon-nagyon szerényen előtte levő buddhákról és utána levő buddhákról, ő beáll ebbe a sorba. És nem az, hogy majd én. Előttem se, utánam se, de majd én. Én majd megmutatom. Olyan megvilágosodás. Na, ilyen nincs. Ugye? Tehát Dipankara és Kásyapa, ők előtte, és még a Pantheonban van sok, csak nem jut eszembe, és utána pedig a Maitreya szeretett buddhája. Úgyhogy nagyon fontos azt látni, hogy az ő születése, az a történelmi korunkban ennek az útnak az elindulása és terjedése úgy, hogy gyakorlatilag nem térít, csak tanít. Úgyhogy ez egy nagyon fontos motivum, erre kellene legalább évente egyszer emlékezni, vagy a megvilágosodásának a napja, ami össze van. És hát hozzuk ki a legjobbat abból, amit a keleti kultúra megtartott, mert ők megtartották. Mi valami egész más csináltunk itt nyugaton az elmúlt 2000 évben. Itt három nagy versenyző van a pályán, és egymást ütve léteztek az elmúlt évszázadokban, és nem csitult a harc, csak az eszközök változtak, ilyen faktatáskás történet lett, és nem ilyen lándzsás, meg nyilas, meg fakjás, így felgyújtom, elégetem. Nem szűnt meg azt se, de most már nem az a fő. Tehát akármilyen állapotban megőrizték, akármilyen kultúra rakódott rá, nézzük meg, hogy pontosan mi az az aranyrög, ami a sok-sok kőből így, vagy agyakból is szépen kihozható. Ez a dolgunk. És nem téveszteni össze a hordozót magával az üzenettel. Most képzeld el, hogyha én ezt a csészét próbálnám meginni, és nem a benne lévő teát. Hát gubanc lenne rögtön. Egyéb kérdés? Ja, bocs, nálunk is lesz buddha és született. Elfelejtettem a reklámot. Nálunk is lesz buddha szülinapja, ám május 11-én vasárnap fönn a Pirisben. Előtte meg visszavonulás 3 teljes napig. Úgyhogy már csütörtök estétől lehet érkezni, este reggel bármely nap, és akkor ott leszel buddha születésnapján, és szépen meglocsolod a baby buddhát ilyen rózsaszínmos vízzel. Hát abba fürösztjük el, nem valamilyen nagy ipari termék. Úgyhogy tessék bátran jönni. Most egyébként. A szenvedéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy én magamon azt vettem észre, hogy amikor szenvedek, akkor abból még többet akarok, hogy ezt hogy lehetne megszüntetni, vagy lecsitítani. Szerintem úgy lehetne, hogy a szenvedésre rakott reakciókat először meg kéne különböztetni a szenvedéstől magától. Ugyanis nagyon sokszor szeretünk olyan hormonkeveréket legyártani, aminek a kezdete fájdalom és a vége öröm. És ennek az aránya határozza meg, hogy a végösszegben pozitív vagy negatív szumma szerepel, és hogyha negatív, akkor szenvedtünk, ha pozitív, akkor élveztünk. És ez egy nagyon-nagyon ambivalens dolog, mert mi emberek annyira rá vagyunk kattanva az érzékelésre magára, a tapasztalatra, a születés, és eljáró alaphelyzetre, hogy a testben van a tudat, érzékszervi tapasztalatok első kockától az utolsóig, mindegy, csak legyen. Ha jó, ha rossz, mindegy, csak legyen. Mihelyt azt látod, hogy a te szenvedésed nem csak a tied, hanem másé is, mert kibudjan, átterjed, akkor a másikért meg fogod szüntetni. Mert te lehet, hogy megszoktad, és neked már szinte jól is esik. Sőt, még akarok. És még kell. Ki nem? A kis oxigén függő. A kis szeretet függő. A kis ételital és egyéb függő. Úgy, mindenki. Csak azért mosolyogok el, mert te mondtad ki először. Persze, igen. Szóval az van, hogy azért ne szeressük annyira a saját szenvedésünket, mert az a másiknak ugyanúgy elképesztő módon tud fájni. Tehát a másikat szabadítsuk meg,
és ezért szinte kényszerűen, de magunk is megszabadulunk tőle. És ez vice versa is igaz. Tehát mindegy, hogy magaddal vagy mással kezded ilyen szempontból. De maga a szenvedés ténye, az csak akkor ugye vehető el, hogyha megtaláltad az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját, magyarul ténylegesen átkonvertáltad maradék nélkül, maradványkarma nélkül a megvilágosodás és felébredés útjába. És erre bőségesen van lehetőség. Miért? Mert olyan gyorsan termeljük újra a szenvedést, hogy nem tudunk olyan gyorsan felébredni. Mindig valamit a kis szemünkre húzunk, mert az úgy jobb. Bevetítjük a következő sorozatot, ugye, hogyha már még nem folyt elég vér, és nem történt elég aktus, akkor majd a következőben egy kicsit felcsavarjuk a tesztoszteron, adrenalin, szeratonin és egyéb szinteket, amit olyan baromi jól szoktuk érezni magunkat. Ugye? Emberek, milyenek vagyunk. És hogyha ezzel nem vagyunk tisztában, akkor azzal sem, hogy az üzenetek a különböző központjainkból, amik úgy jönnek, a gondolat, az érzelem, a beszéd, a cselekedet, az egyéb érzékszervi hatások, ezek legtöbbször nem egy harmonikus és kibékített egészszé állnak össze, hanem egy iszonyú káosz van. Mást gondolok, mint amit érzek, mást mondok, mint amit cselekszem, máshol megy a testem, máshol akar menni a lelkem, most akkor ez hogy van? És ezzel kéne először nagyon-nagyon komolyan ugye, magunkban nézni, hogy valójában mi is történik itt? Valójában mi vagyok én? Valójában milyen folyamatokat dédelgetek itt magamban? Na, ekkor válunk szellemileg felnőtté vagy felnőttebbé, és ekkor viselkedünk kellő komolysággal ahhoz, hogy ne szenvedtessünk feleslegesen másokat. Azért felesleges, mert az csak szenved, és kész, és ordít, és sikolt, és nem arra gondol, hogy hát akkor ezt hogyan használjuk föl az úton? Mert nem jutott el idáig. Az a te dolgod, hogy a sajátoddal mit csinálsz. De ne testáld rá a másikra csak azért, mert nem tudsz másképp cselekedni. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy a világiak és a szerzetesek kapcsolatát, hogyha esetleg megvilágítanád. Ugye a világiaknak kicsit nehezebb az útkeresésre a lehetőségük. Természetesen ugyanúgy járhatják a saját útjukat, és kereshetik a céljukat. De mi a szerepük a szerzeteseknek a világiak felé? A világiak és a szerzetesek kapcsolata jó. A szerzetesek szerepe a világi életben az, a világiak, ezt újra fogalmazom. A szerzetesek szerepe a világiak életében az, hogy segítsék a világiak szellemi útját. Hiszen tényleg a szerzetes tölt több időt formálisan visszavonulással. Ez nem azt jelenti, hogy messzebbre is jut, de több a tapasztalata, mert több időt töltött a pályán. Tehát segítheti a világiakat azért, mert a világiaknak nincs annyi idejük elvonulni, mert anyuval, apuval, gyerekekkel, családdal, egyebekkel kell foglalkozni. És ezért a szellemi pluszért, hova tovább szellemi szolgáltatásért a világiak támogatják anyagilag a szerzeteseket. Ezért, és nem másért, nem a szép hajviseletért, vagy azért, mert olyan vonalas és olyan kolostorban él, meg vándorol, meg nem. Azért, mert szellemileg olyat tesz hozzá a világhoz, annyiban segíti, hogy akik kapcsolatban állnak vele, vagy az adott ugye hagyománnyal, a felébredés felé mennek. Ez a dolguk, ezt csinálják is. Ezek a szerzetesek, szerzetesnök, ezek kapnak is segítséget, mert segítik a világot, tehát a világ visszasegíti őket. Ez nem olyan megjósolható, mint egy költségvetés alfejezet. Az sem megjósolható, de megpróbálják. Tehát az van, hogy az a dolgunk, hogy titeket segítsünk, és ez viszont is így van, ez kölcsönös. Tehát van az a nagy ábra, kis delfin, kettő benne, ellenkező szín, yin és yang, azok szépen forognak, azok nem állnak meg, az is egy dinamikus valami, az egymásba fordul. Tehát ez az alaphelyzet. És ha ez az alaphelyzet megvan, és mindenki érti a feladatát, akkor senki nem gondolja azt, hogy miért, mert nem dolgozik, mitől kap ő itt valamit. Vállalt munkát. Vállalt.
napi 24 órában dolgozik magán, ha lelkiismeretes. Ha kutyaütő pernahagy, de hát olyan is van. Mindenhol, világikban, szerint mindenhol van. Tehát ne a seletre alapozzuk a termelést, mert az úgyis csak termékkieséssel jár, ugye? Tehát, ha igazából tesszük a dolgunkat, akkor a világiak látják, hogy azért támogatják a szerzetest, mert szellemileg pluszt jelent és segít másoknak levetni az illúzióikat, megszabadulni a szenvedéstől, felébredni, stb. Stb. És közelebb állunk egy megvilágosodottabb társadalom ugye éléséhez, megteremtéséhez. Ez lehetséges. Nem kell egymás haját tépve élnünk. Ez helyzeti előny, hogy nincs, de akkor is, hogyha állandóan egymás húsába beletépünk és lehullunk az őszi avaron, akkor az nem jó. Tehát nem egymás szenvedtetve kellene élnünk, mert nem ez az etalon. Ezért is küzdünk annyira, hogy valami módon kilépjünk ebből. A jelenlegi ábra azt mutatja, hogy ezen küzdelem nagy többsége újabb szenvedést termel és újabb problémákat hoz létre. Tehát ezért kellene valami, olyasféle szellemi platform, ami nagyon sokrétű és nagyon sok hagyományból áll fönt, ugye? Pluralitást azonnal fönntartom, mihelyt egyféle szellemi platformról beszélünk, amely tudatosan azt segíti, hogy felébredettebb életet éljünk. És nem intézményesen, úristen, nagy valami hivatalt adjanak neki, akkor rögtön az összes pályázati pénz eltűnik. Tehát nem jó ez. Tehát az kellene, hogy az emberek saját elhatározásukból természetesen egymásban megbízó emberekből felállított közösségekben működjenek, és ennek meglegyen az a szellemi rétege, amelyben urambocsán szerzetesek és szerzetesnek is helyet foglalnak, akik csak azért olyanok, amilyenek, mert az életüket arra tették föl, hogy ezt az utat napi 24 órában járják idestolva és urambocsán. És akkor ez lehetséges. Tehát ott, ahol nincsenek profik, ott, ahol nincsenek teljesen arra hangolódott és hivatástudatú emberek, ott haladás sincs. És ez nem volna a világi gyakorlók értékéből, nehogy azt hidd. Csak ugye a világiak azt vállalták, hogy nagyrészt családban, párkapcsolatban és egyébben élnek, és a szerzetesség szerzetesnek pedig ezeknek a letételével, az erről való lemondással azt vállalták, hogy egy más érzékszerűleg nem annyira kötött létszférában élnek. Na most ezt a lehetőséget van, aki jól felhasználja, van, aki nem. És van olyan világ is, aki szárnyal, mert olyanra sikerült konfigurálni az életét, hogy sokkal kevesebb kötöttsége van, mint mondjuk egy átlag monasztikus lénynek. Úgyhogy vannak ám itt variációk. Mindig mondtam, hogy nem a külső hajviselet számít, hanem az, hogy mit viszel itt bent. Jó? Tehát nagyon jó volt a kérdés. Tényleg az a dolgunk, hogy segítsük egymást a magunk élethelyzetéből, és ha ezt átlátottan, egyszerűen, őszintén tesszük, akkor mindenki plusszal távozik. Nekem lenne a következő kérdés, ismét Buddhával kapcsolatosan. Mivel nem nagyon ismerem a tanításait, ezért olyan kérdésem lenne, hogy ő említette olyat, hogy ismét megjelenhet a jövőben, mondjuk emberi formában. Nézd, két és fél élet kellene ahhoz, hogy az összes szútrát elolvassuk. Ja. Én ezt biztos, hogy nem tettem, mert nem emlékszem rá, hogy az előzőben. Biztos, hogy nem ilyeneket olvasnak. Tehát a lényeg az, hogy tudomásom szerint ő ilyen említést nem tett. Ezt tudom, hogy a biztonság és boldogság tudatával tölteni el az embereket, de ő soha ilyet nem mondott, hogy és imé eljövök hamar. Nem, ilyen nem hangzott el. Igen, mert én sem találtam semmi ilyesmit róla, és ezért kérdeztelek majd téged is, hogy hát ha... Örülök, hogy a kölcsönös információgányok így kiegészítette egymást. Ne várjunk Godóra, se Buddhára, nem jön. Nem jön. Ami kell, az már itt megvan. Létezik-e olyan, hogy megvilágosodott társadalom? Vagy csak ez is egy illúzió, mert hogy az ember a szenvedés által tudja definiálni magát. Léteznek ugye relatíve megvilágosodottabb társadalmak. Ezt abból lehet lemérni, hogy ugye, mennyi háborút, mennyi szenvedést generáltak maguknak és másoknak. Tehát nagyon objektíve lehet azt látni, hogyha egy adott társadalom
több bölcsességet, együttérzést, önzetlen segítséget, szeretetet termel, mint vágyat, haragot, nem tudást, téves nézeteket, háborút, éhséget, járványokat, stb., akkor az a másikhoz képest megvilágosodottabbnak mondható. Tehát volt erre példa, Kína, Tang dinasztia például 6. század végétől 9. század végéig egész jól csinálták. Tehát volt 12.000, 14.000 nagyon komoly templom, volt 800.000 szerzetes és szerzetesnő, ez a lakosságnak 20-10%-át jelentette, nagyon komoly buddhista gyakorlat folyt, tudtommal nem indítottak háborút, tudtommal nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, relatíve jobb életet éltek ahhoz képest, hogy mi volt előtt és mi volt utána. De az, hogy most ilyen külsődleges standard szerint azt mondhatjuk, hogy na, akkor most megvilágosodott a társadalom, ilyen nincs. Olyan van, hogy ezen paraméterek, vagy az általad választott paraméterek alapján összehasonlítasz bizonyos formációkat, történelmi korokat, társadalmakat, és nagyon sok mindent lehet mondani a római korról, de az utána következő 1000 év az tényleg több szenvedést termelt, mint maga Róma a saját háborúival, politeizmusával, keresztény átalakulásával, keletre nyugatra való szakadásával. Tehát nagyon sok csúnya dolog történt, de ami az azutáni 1000 évben történt, mondjuk Galileig még tényleg középkor volt, mert ő épp hogy megúszta, és az 1600. Előtte 100 éve Giordano Bruno, ki a kéménye. Tehát elképesztő. 1600-ig középkor, az bő 1000 év. Lehet itt reneszánszról, prebarokról, manierizmusról, felvilágosásról, mindenféléről beszélni, de amíg lobognak a mágiák, addig középkor van. Úgyhogy van ilyen standard, nagyon jól lehet látni, de egy objektíve, az összehasonlítás relatív... még egyszer. Objektíve, az összehasonlítás relativizmusától függetlenül nem lehet. Egymáshoz képest léteznek csak. Függetlenül önmagukban abszolút nem. Viszonylag sokat mondod, amikor ugye mióta megismerdek, vagy beszélgetünk, hogy ugye a tehát, hogy próbálj meg emberebbként élni, vagy tehát, hogy másokat hogy is fogalmazom ezt, meg másokat segíteni, adni az embereknek, tehát hogy legyél jobb ember. De valahogy én nem találom a helyemet abban, hogy legyek jobb ember, és közben pedig egy olyan társadalomban élek, és egy olyan dolgot, olyan vállalkozói szférában élek, és azt csinálom, ahol viszont időnként hoznék olyan döntéseket, ami másnak nem biztos, hogy jó. És ebben valahol nem találom a helyemet, hogy hogyan magyarázzam meg magamnak azt, hogy ez jó vagy rossz, hogy most valakit elküldök, mert nem voltam megedve adott pillanatban a munkájával. Tegyük föl, holnaptól nem kell bejönni dolgozni. Jó tettem-e vele, mert hogy egy másik pályára fog éppen elmenni, vagy rosszat tettem vele, mert holnaptól éppen éhen hal. Hogy akkor hol vannak itt a határok, és nekem ez az utóbbi időben minél jobban megyek a megvilágosodás felé, annál kevésbé találom ebben a világban a helyemet, és nem ezt a kontrasztot nem találom, inkább... Oké, tehát elsősorban apró korrekció, én nem azt mondom, hogy jobb ember légy, hanem hogy felébredettebb. A kettő nem ugyanaz. Azért, mert a felébredésben, az arra felé való haladásban pont a jó és a rossz abszolút értékei szűnnek meg, és ez egy baromi veszélyes dolog. Ezért is érzed, hogy nem találod annyira a helyet, mint korábban, majd beszélek Andival, és akkor majd összerendezitek, hogy meglegyen a helyed, megtalálod a helyet pillanatok alatt. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy attól, hogy az ember felébredett állapotba szeretne kerülni, és a megvilágosodás felé megy, attól nem lesz úgy jobb, hogy jobban szereti majd önmagát, vagy jobban szeretik mások kívülről, vagy nem kell kemény döntéseket hoznia. Sokkal inkább arról van szó, hogy meglátod a saját helyzetedet. A helyzetedre az jellemző, hogy benn vagy egy kőkemény, farkas törvényű vállalkozói rétegben. És ha ebben olyan döntéseket hozol, amelyek kevésbé önzőek, mint a versenytársaidé, hogyha kevésbé részrehajló, kevésbé torz, mint a versenytársadé, már helyesen cselekedtél. Világos, hogy el kell küldeni
olyan munkaerőt, aki nem felel meg a kívánalmaknak, nem teljesíti az aláírt szerződést, lóg, stb. Stb. Ezek természetes dolgok. Tehát te ne akarj olyan ideáloknak megfelelni, amelyeknek teljesen lehetetlen megfelelni. De az adott helyzetben mindig megnézheted, hogy tudok-e még türelmet gyakorolni ezzel a munkaerővel, vagy sem. Ha tovább gyakorlom a türelmet, mi történik? Az-e a helyes tanítás, hogy azt mondom neki, hogy utolsó lehetőség zsiga, vagy pedig azt mondod, hogy zsiga, holnap nem kell bejönni dolgozni. Tehát ez egy nagyon fontos döntés, hogy te pontosan milyen irányba viszed a céget, milyen irányba viszed az alkalmazottakat, milyen irányt vesz föl az a mentális és anyagi konglomerátum, ami te, a családod, a céged mellett, ez azért kihat egy csomó mindenre. Tehát ne egy teljesen absztrakt, jó ember ideálnak szeressél, vagy akarjál megfelelni, mert akkor jön a Brecht-féle ugye, dráma, a Sente és a Sújta úr. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne szakadjunk jó és rossz emberre, mihelyt a jót megteremted magadban, mint ideált, akkor ott van a rossz, mint az elkerülhetetlen realitás. Ezért a zennek, amit tényleg sokszor mondok, az a lényege, hogy az abszolút jó és rossz elvét elveszem, mert felesleges, mert használhatatlan. Az ok és az okozatot kell mindig megnézni, és hogyha azt nézed, hogy mit csinál ez az alkalmazott, hogyha így dolgozik tovább, vagy hogyan tudnád módosítani a viselkedését, egyáltalán érdemes-e energiát belefektetni, akkor ez már nem személyeskedés, akkor ez már nem szenvedés okozás. Ez arról van szó, hogyha ő nem fogja föl, hogy így és így kell csinálni, ha nem tudja ezt így és így csinálni, akkor természetes, hogy megválunk tőle. És ezt lehet nagyon kíméletesen, felszínes udvariasság nélkül elmondani, hogy zsiga, azért kérjük, hogy ne gyere be holnap, mert 6 hónapja, 3 napja küzdünk azzal, hogy így ennyi lehetőséget kaptál, nem tudtál, esetleg nem akartál élni vele, sajnáljuk. Ez így is lehet, és úgy is lehet, hogy kirúglak, elegem van, szevasz. És ez két nagyon különböző módszer. Tudod? Most. Igen, ismerem ezt a kontrasztot, amit mondasz, mert hiszen ebben himbilimbizek időnként, amikor ugye felismerem, vagy nem ismerem föl. Igazából visszacsatolva inkább azt akartam csak kérdezni, hogy amit mondtál, hogy tehát akkor nincsen jó és rossz döntés, hanem van döntés és nem döntés. Illetve a döntéseknek következménye van, és a kérdés az, hogy te szeretnéd-e azt a következményt? Az-e, amiben hiszel, amerre menni akarsz? Tehát amiben hiszek, az a jó adó abban a pillanatban. Az, hogy az jó vagy rossz, az majd eldől, mert nem is fontos, hanem az, hogy én abban hiszek, abban a döntésben. Nem a fogalmakon szeretnék lovagolni, okay, hanem inkább tényszerűen lássuk az egészet, hogy nem csak jó minőség van valamiben vagy rossz. Tehát ez egy általánosítás, amivel én nem szeretnék harcolni, mert felesleges. Csak meg kéne nézni a valódi, fogható minőségeket egy adott állapotban, helyzetben, emberben. És akkor azoknak a komplexitása adja ki azt az egyszerű képet, hogy szeretnél-e vele dolgozni, szeretnél-e abban a helyzetben lenni, vagy pedig megváltoztatod. Mert nem tölti be a feladatát, nem az a cél, amit ugye ő saját magának kijelöl, az nem a te célod. És nagyon egyszerűen a jó és rossz, vagy a szeretem, nem szeretem fogalmának a teljesen szerintem kevéssé használható minőségeivel lehet dolgozni. Valami egész mással lehet dolgozni. És ekkor vagyunk a helyünkön. Tehát, hogyha felállítod ezt a himbilimbit, ezt a dualitást, hogy jó és rossz, olyan vagyok, nem olyan vagyok, akkor gyakorlatilag ez a kétbites üzemmód, bocsáss meg. Jó, de ezzel azért elbibelődtem egy ideig. Örülök, hogy tovább léphettünk a legalább 8 bitte, vagy 16, nem talán 256 bites ugye adatsává, és ez nagyon fontos, hogy lássuk az egészet egyszerre, úgy, ahogy van, és az összes aspektusában, komplexitásában, tehát fel tudjam bontani nagyon finoman a valós tulajdonságaira és minőségeire, és tudja kizumolni, hogy csak egy valamiként lássam, nézzük a vonatot. A vonat, hogyha nagyon távolról nézed, akkor az egy ilyen ezüst csík, hogyha megtisztították az oldalát. Ha meg közelebb mész, akkor látod a vagonokat, meg a mozdonyt. Ha még közelebb mész, látod az ablakokat, és ha még közelebb mész, és nem túl gyors, akkor látod, hogy kikülnek az ablakok mögött.
ugyanez van minden helyzetre és emberre. Ránézel, és van egy első impressziód, aztán beszélgetsz, és akkor még több, aztán esetleg együtt élsz, és akkor még több, és akkor stb. Viszont enélkül az árnyalás és felbontás nélkül az egész nem lenne teljes. Tehát mind a kettőnek, az egynek és a soknak is óriási szerepe van, és ezért mondom azt, hogy a kétvites duális nézőpont az egy, hogy mondjam, csonkolás vagy sarabolás az egészből, tehát veszteség. Nem csak projekció, hanem veszteség és bizonyos szempontból torzulat. És éppen ezért kellene azt látni, hogy mi az, ami tényleg úgy van, mi az, ami egyáltalán nincs úgy, mi az, amit szeretnék és úgy lehet, és nem szeretném, és mégis úgy van, stb. Jó? És akkor ez így már sokkal életszerűbb. És akkor lelkismert furdalás nélkül tudod azt mondani Zsigának, hogy figyelj, ez történt, tudod te is, és akkor innentől kezdve köszönjük. Vagy az, hogy utolsó lehetőség, ezt és ezt innentől kezdve másképp kell csinálnod, mégpedig így és így. És akkor ráléphet erre az útra, és azt neki még egy lehetőséget. Bármelyik lehet. Köszönöm. Én kicsit visszakanyarodnék ehhez az előző kérdéshez. Nem a buthár, hanem ehhez az előző kérdéshez, hogy tehát itt volt egy eset, hogy egy főnök, és akkor, hogy milyen döntést hoz. De ez például, ez karmikusan, ez ennek marad nyoma? Például, hogyha én egy főnök vagyok, és elküldöm a beosztottomat, és ebből ő neki mondjuk rosszabb irányba fordul az élete, az rám karmikusan vissza fog hatni? Azon a résztvevő tudat együttesen kívül, mint te és a beosztott, illetve a hozzád kapcsolódó tudatok társadalmilag hivatalosan írva és iratlanul, ezen tudatok összességén kívül nincs karma. Tehát az, ami itt látható és objektiválható, az bőven elég ahhoz, hogy belásd, hogy húha, nehogy már az utca sarkon találkozzam vele este 10 után. Ez már épp elég félelem. Tehát akkor úgy kell csinálni ezt, hogy azt mondod, hogy igen, elküldöm, de nem hagyom, hogy az ellenségem legyen. Értem. Még ezzel a karmával kapcsolatban, hogy mi sokszor elgondolkozok azon, hogy mondjuk ilyen a mindennapi cselekvésekben, hogyha mondjuk egy hétköznapi esetben mondjuk kicsit negatívabban kezelek valami helyzetet, mondjuk bevágnak elém kocsival, és nem azt mondom, hogy jaj, jó, van, nyugodtan menjél, hanem mellé gyorsítok, és akkor én is bevágok elé. Akkor ezzel mondjuk mondjuk azt a karmát, amit ő saját magának generált, azt én így visszaadtam neki, vagy ezzel csak magamnak csináltam. Attól függ, mi történik utána benned és a másikban. Visszavág elé, leblokkol, elkezd-e még inkább passzív-agresszív módon viselkedni, vagy esetleg aktív módon, kiszáll az autóból és bevág egyet az ablakodra. Ez az első. Vagy pedig farkát behúzva gyorsan odébb megy, mert megértett, hogy hibázott, és csak így tudtad figyelmeztetni, stb. Vagy egyszer fél. Tehát a félelem, harag, agresszió hármasságából valamelyiket ki fogja választani, mindaddig, amíg energia van az adott közlekedési kapcsolatban. Aztán ami rád hárul, az, hogy szokást csinálsz-e belőle, gondolkodtál-e közben, miközben bevágtál elé, magyarul revansot vettél. És ha gondolkodtál, akkor mit? Tehát, hogy mi jött elő belőled? Mert az a vezérlő. Úgyhogy az ilyen helyzetek megint csak nem jók és nem rosszak, de hogyha a szokást formálsz belőlük, akkor borítékolható, hogy egyszer baleset lesz belőle. Az szinte biztos van. Addig jár a korsó a kútra, amiben nem bírságolják. Nekem menne egy olyan kérdésem, én valahogy itt úgy érzem, mint a vállalkozó szférából jövő kérdésből, hogy és valahogy ezt érzem, hogy az ember ugye, mikor a bikát meglátja, vagy ugye elkezdi keresni, hogy valószínűleg azért keresi, mert inspirálja valami, mondjuk a szenvedés. Na most ugye eljut oda, hogy meglátja, hogy a buddhista tanítást,
és azt mondja, légy együttérző. És ennek következtében még több szenvedést lát. Maga körül is, saját magában is. Tehát még érzékenyebbé válik a világ szenvedése iránt. Hát is ez, hogy amíg ugye nem találkozik egy vállalkozó a buddhizmussal, nem biztos, hogy nagyon érdekli, hogy mi lesz azzal a munkavállalóval. Aztán utána pedig saját magának okoz lelki problémákat, hogy így mondjam. Tehát, hogy most akkor mi ebből a kiút, vagy mi akkor a pozitív üzenet? Azt tudom, hogy azt mondja, hogy van ennek a szenvedés megszüntetésének a módja, útja, eszköze, stb., hogy ezt mutatja meg buddhizmus. Tehát, hogy ahhoz, hogy először is ezt az utat meglássa az ember, még több szenvedést kell átélnie? Egyrészt igen, de azt nem jelenti azt, hogy egyre gyengébb, és egyre depressziósabb, és egyre szenvedéstől elborítottabb ez a super suffering grandmother. Tehát nem ez lesz a dolognak a vége. Hanem az lesz, hogy ha tényleg gyakorol, akkor már a szenvedés meglátásának a módja az a nem mozduló, tiszta, tükörszerű tudatna, ez erősödik, miközben a szenvedésből egyre többet és többet lát. Tehát miközben látja és egyre többet lát, akközben a látó is erősödik, hogy kibírja. Ha nem bírja ki és berogyik alatta, akkor nem csak, hogy túlvállalta magát, hanem az egészet úgy, ahogy van, hazavágta. Az egész utoljárást, és akkor nem csak a tapasztalata törte be, hanem a hite is elveszett, és minden is. Azért eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a saját belső válságaink a legnehezebben kiállható dolgok, és a kívülről jövő szenvedést azt a hitünk és elhatározásunk mértékében nagyon gyorsan tudjuk hárítani. De a belső válság az, ami teljesen váratlan szögből és felkészületlenül ér, és ezért válság, és nem csak kihívás. És innentől kezdve, hogy ezzel dűlőre kell jutni, az a tudati út és az az eszköztár, amit a tantrumnál és a zen útján ugye tapasztalni lehet, az nélkülözhetetlen. De nem az egyetlen, ezt mindig mondom. Úgyhogy tényleg nagyon jó a kérdés, mert hogyha csak az lenne, hogy egyre többet szenvedek, mert egyre több szenvedést látok, hát én erre nem fizetek elő. Ez nem az a folytatásos regény, nem az a filmsorozat, nem ezt szeretném. De, hogyha te egyre erősebb vagy, miközben egyre többet látsz, akkor teljesen kiegyenlített lesz a dolog, és ebből az erőből és megnövekedett látásból, ebből viszont olyasféle bölcsesség és együttérzés származik, amely mindazok számára elérhetetlen, akik nem látták meg ezt. Az, amit az előttem szóló megfogalmazott igazából, én most pont abban a stádiumban voltam egyébként, hogy ott himbilimbiztem, hogy most akkor vagy ide, vagy oda. De ez így nem. Tehát ez ebbe, amit mondott is az úr, hogy hol van itt az igazság, és akkor pont ez a mai nap valószínűleg azért kellett ma találkoznunk, hogy segítsi abban, hogy merre is, ahogyan tovább. Múltkor is ezért kellett találkozni. Mindig így van. Mindig akkor jössz, amikor kell, hogy gyere. Mindig akkor kell, mert tényleg az ember néha fölteszi magát kérdés, hogy érdemes nekem jó, tehát jónak lenni, és akkor nem találja az ember a helyét abban a világban, amiben vagyunk. És azt gondolom, hogy ma adtál megint valami olyan választ, amivel meg fogom tudni találni a helyes utat ebben abban a világban, amiben vagyunk, és ahol meg kell, hogy éljünk, mert hiszen én nem azt választottam, amit te. Viszont ettől függetlenül tényleg kívül hálásfél kérte, hogy megismertek és amit kapok, mert hogy folyamatosan megyek az úton, és ezt ugyanúgy az úrnak mondanám, hogy igen, amikor megyünk ezen az úton, akkor néha így megbillenünk, mert én is megbillentem most is, és úgy volt, hogy akkor elegem van nekem, mit kell nekem jókodni, meg buddhizmus, meg ilyenek, menni kell, taposni, megyek, meg engem taposnak el, de lehet ezt másként csinálni, azt gondolom, most már látom, hogy látni tanítunk, és a felébredés útját járjuk, és nem egy ideálképet ide igyekszünk súlykolni. Ezt hangsúlyozom ismét. Tehát most ismét találkoztunk, és ismét vesz egy fordulatot az életed, és akkor... Nem. Tehát arról szól a történet, hogy megfelelő bölcsességgel és együttérzéssel hozzunk olyan döntéseket, amelyek szükségesek, elengedhetetlenek, és néha fájdalmat okoznak és húsba vágnak, de te pontosan tudod, hogy miért, mit csinálsz, és nem saját egóból mozdulsz, hanem egy közös
nagyrészt ugye önzetlennek is mondható cél elérésének az érdekében. És ez még úgy is benne van a pakliban, ahogy mondtam, hogy igen vállalkozó vagy, igen profitot kell termelni, igen talpon kell maradni, igen adminisztratív kötelességnek eleget kell tenni. Ez mind benne van a pakliban. De ha nem pusztán magadért teszed, ha nem pusztán a saját szeretem, nem szeretem tudatodból mozdulsz, ha szélesre tárt tudattal és az okozati mátrix kellő belátással hozod a döntéseket, ez egy felébredettebb mozdulat, mint azok, akik csak a saját kétbites gondolkodásukkal kőkemény egóból mozdulnak, és onnantól kezdve csak kárt csinálnak, és végül is még maguknak is. Tehát hatalmas tér van a másképp gondolkodásra, másképp látásra és másképp döntésre. Igen, ezért csak annyit mondanék még ehhez, hogy az elmúlt napokban valamiért sikerült néha ezeket a döntéseket így meghoznom, és ez egy nagyon jó érzés volt. Nem is most fogtam fel egyébként, hogy ezek amit most elmondta, azok történtek meg velem az elmúlt, mit tudom, egy hétben, hogy nem egóból döntöttem, hanem azzal a nyugalommal megnéztem, ahogy mondta, hogy vonatot láttam, és akkor mentem közelebb, akkor végén meghoztam a döntést, és ez egy tök jó érzés, hogy így tudok dönteni néha. Persze nem mondom, hogy nem mindig sikerül ez, de most valahogy ez így... De ez a jó, hogy törekszel, tanulsz, javítasz, és akkor ettől leszünk útonjárók. Oké, köszönöm. Szívesen. Az a kérdésem lenne, hogy egy létforma mikortól számít érző lénynek? Milyen karikát kap az alján? Nem, ez nekem takarítás közben merült fel, hogyha végül is úgy nézem, hogy a baktérium is érző lét, akkor én most épp tömeggyilkosságot hajtok végre. Ez persze tudom, hogy egy fanatikusabb oldala, tehát azért gondolom, eddig nem kell elmenni, de... Hát ne legyél annyira jainista, mert ők azok, akik ilyen szűrőkkel lélegeznek, hogy az egy kis mikróbákat ne lélegezzék be, és a Jainizmus történetében 20x pátriárka halálra éheztette saját magát, tehát hogy minél kevesebb ökológiai lábnyoma legyen, és akkor így megszüntette a táplálékfelvételt. Tehát ez egy most morikázó, de a lényeg az, hogy a vállalkozói szféra dilemmájhoz csatlakozva, mi egy kőkemény táplálékláncban benne vagyunk, és néha mi fogyasztunk el dolgokat és lényeket, és írtunk ki, és néha pedig minket fogyasztanak el és írtanak ki. Itt megint csak arra kell törekedni, hogy a lehető legkisebb szenvedést okozzuk, és ehhez néha ugye baktériumok is ugye bekerülnek a porszívóba, mert hogyha ez nem lenne, akkor sokkal nagyobb tudatszintű lények kapnának különböző betegségeket és egyebeket, és a higiénét ugye oltáránél feláldozunk ilyen egészen aprócska kis lényeket, mint patkányok, meg zsizsik, meg denevér, meg ilyenek. Tehát azért ezek nagyon komoly lények, de a helyzet az, hogy innentől kezdve hoztunk egy döntést, és az emberi társadalom és az emberi tudat védelmében sajnos alacsonyabbnak látott tudatszinteket az emberek rendszeresen kiírtanak. De hogyha ezt túlságosan csinálják, akkor olyasféle egyensúly zavar jön, ami most egyébként a Földön már nagyon sokszor tapasztalható. Tehát itt az egyensúlyról lenne szó. És nem arról, hogy mindenáron jó emberek tudnánk lenni, mert nem tudunk azok lenni mindig. Sőt, nagy részt nem tudunk azok lenni, csak azt láthatjuk és abban bízhatunk, hogy egy világos tudattal hoztuk a döntést, és nem a saját haragunk, kapzsiságunk és téves nézeteink domináltak. És hogyha nem ezek dominálnak, és egy tiszta, világos tudattal, megfelelő minőségekkel hozod a döntéseket, ez egy teljesen más történet. Tehát kényszer. Van, akinek olyan a fizimiskája és a testalkata, hogy tényleg muszáj húst tennie, különben a falra mászik. És hogyha van ilyen, akkor lehetőleg minél alacsonyabb tudatszintet írtson ki azért, hogy az ő húsigényét ugye kielégítse. Tehát ugyanilyen probléma, hogy ez nem csak takarításkor, ez étkezéskor is van. Azon már túléptem. De hogy például legyet lecsapni, azt düböl szoktunk, tehát nem. Akkor az már... Én sose düböl csapom le. Hát én már akkor düböl vagyok, mikor lecsapom. Meg akarom fogni, és kiengedem. Realizálom, hogy a kellő higiéné
az annyira fontos, hogyha nem tudom még semmiféle kíméletes módszerrel kicsalogatni a szobámból, és hidd el, hogy én kísérletet teszek rá. Láttam már. Láttad. Kész. Megkértél mást. Tehát van úgy, hogy lefelé fordított teáscsészével az ember meg fogja elkapni, és akkor kis papírt talál, és kiviszi, és néha beszél, hogy gyere. És hogyha mindezekre nem hallgat, és nem befogható, és nem megszelidíthető, akkor nem hallgatta meg azt a tanítást, amit adtam, csak egy hatalmas légcsapóval egy igazi nem tudó tudatot, és akkor kész. Köszönjük. Szóval van úgy, hogy a légy túléli, hogy berepült a szobámba, van úgy, hogy nem éli túl. Főleg éjszaka nem éli túl, ne döntítséljen, ne szálljon rám, ki tudja, hol járt előtte, lábat nem mosott, az biztos, úgyhogy de óvatosan ezzel. Tehát ne keress kielégülést a légyírtásban, de... Nem, csak a csönd kielégülése. Ez meg kellett, tehát például Afrika, ott egy cecelé csípés és váltólás se van, szavaz. De ennyi. Egyéb kérdés mond? Én hallgattam a beszélgetéseteket, és azt szeretném kérdezni, hogy honnan jön az emberbe ez a, hogy jónak lenni, minden áron jó akarok lenni, és jó ember szeretnék lenni, és szinte mániákosan. Ez az egy. Te miért szeretnél jó lenni? Ez a nálam a nevelés. Tehát akkor nálad a nevelésből jön. És ez számodra nagyon fontos, és ha erre neveltek, és ebben hiszel, akkor ezt kell csinálni. De ha erre neveltek, és ebben nem hiszel, akkor ezt nem szabad csinálni. Tehát az, hogy az ideálod micsoda, az rengeteg helyről jöhet. Jöhet aputól, anyutól, iskolából, nagybácsitól, minden helyről. A jó fogalma is nagyon-nagyon sokat tud változni. De az, hogy ezt követjük-e vagy sem, hogy számunkra hogy alakul át a jónak a fogalma, a képzete? Egyáltalán kiegészülhet-e valami többé, mássá, mint a jó és a rossz dualitása? Ez a kérdés. Tehát meg tudjuk-e haladni ezt a dualitást? Mert ahogy hallhattad, sokan küzdenek azért, hogy jó vagy jobb emberek legyenek, és úgy tűnik, hogy ez nagyon sokszor nem sikerül, és frusztráljuk magunkat általánosan. És ez nem jó. Tehát haladjuk meg a jó és a rossz dualitását, álljunk tisztán egymás előtt ebben a pillanatban, nézzük meg, milyen tudattal élünk, milyen minőségeink vannak, mit láttunk meg az ok és okozat törvényéből, milyen célképzeteink vannak, azt hogyan óhajtjuk elérni, és akkor nem kell ezekben az illúzió felhőkben vergődnünk. Jó? Jó, köszönöm a választ. A másik kérdés az, hogy mi van a karmán túl. Azt hallottam, hogy az első és a második világháborúnak nem karmikus oka volt, hanem ez úgy pluszba jött. Hát akitől hallottam... Tehát van-e valami a karmán túl? Annak kéne a karmikus értésért egy kicsikét megpiszkálnod, hogy ugyan már, hogyha nem okos okozat teremtése volt, vagy eredménye volt a két világháború, akkor ugyan micsoda. Ugyanis a karma, mint szó... Tehát elképzelhető önként vállalt szenvedés. Mint ahogy szó volt róla, hogy szeretünk nem szenvedni. Nem tudok ilyenről. Arról tudok, hogy nagyon komoly csoport karma robbantotta ki ezeket a háborúkat, és hogyha a karmát azonos módon tudjuk értelmezni, akkor az az ok és okozat, a cselekvés és annak eredménye, az ebből fakadó szokások, a szokásokból való személyiségelemek, a személyiségek társadalommal való összeállása, a társadalom identitás tudata, ez mind karma. Na most, ha megnézed, ezek vastagon belejátszottak ezekbe a háborúkba. Tehát, aki másképp értelmezi, annak egy karma csillag, 1, 2, 3, 4, 5 értelmezése van, azzal nem tudok foglalkozni, mert az az ő egyéni ugye, gondolmánya. De a klasszikus értelmezés, ami a hagyományhoz mind hindu, mind buddhista szinten hű,
az a kör, mint kar gyökből, a cselekvésből származik, és az értelmezés magában foglalja a cselekvést és annak az eredményét. Tehát ezért nem tudok ilyen szinten foglalkozni a kérdéssel, hanem azzal kéne, azzal az emberrel kéne ezt megbeszélned, aki ezt mondta neked. Jó? Én a bennem lévő agresszióról, az abból, azzal okozott szenvedésről, mind a másik, mind a magamnak okozott szenvedésről, annak a megszüntetéséről, és a megszüntetés útjáról szeretnék. Agresszió? Agresszió, igen. Benned? Bennem. Én olyat még nem láttam. Pedig van. Elfogy. Hallottad, hogy a férfi kórus mit mondott valóban? Azt mondja, elfolytja. Hát, ha ilyennek tapasztalod magad, akkor tényleg meg kell nézni, hogy az az agresszió első körben hogy működik. Mert elég összetett és komplex személyiség vagy ahhoz, hogy ezt az agressziót nagyon jól szétozd. Tehát a te hadsereged, partizán hadsereg, egy nagyon-nagyon szűk létszámú és vérprofi kommandó, amely pillanatok alatt végez az áldozattal úgy, hogy nem számít rá. Ez nem egy ilyen több százezres, reguláris tankok, repülők, minden. Itt van egy pár tucat ember, aki egy szál késsel pekopoltyú elintézi. Ez már így közelebb jár a valósághoz, így van? Tehát ezért kell nagyon vigyázni, hogy milyen parancsokat adsz ki magadban, és a legtöbbünknél az agresszió parancsok érzelemvezéreltek, és ezért értelmileg nem artikuláltak, nagyrészt tudattalanok, és mire fölébredünk, addigra meg is tettük. Tehát az első és legfontosabb mozdulat, hogy a tudatnak legyen olyan tágassága, olyan tere, amelyben meglátod az impulzust, mielőtt kiadnád magadból. És az impulzus pillanatok alatt a parancs az feldolgozódik, átalakul különböző mozdulatokká, beszéddé, és ilyen iszonyatos hiperfinoman érvényesül, annál halálosabb. Tehát, ha a tudatnak kellő tere van, és kellő tisztasága van, és ezt a meditációval el lehet érni, akkor meglátod ezeket a belső késztetéseket, szanszkritus szamszkárákat, amelyek állandóan tolnak valami felé, stimulus, válasz. Egyszerű behaviorista modell, csak ha ezt szépen beteszed a tudat kontextusába, nagyon sok stimulus, nagyon sok válasz. És a kellő komplexitású személyiség az olyan elképesztő finomsággal tudja beállítani azt, hogy mekkorát üssek, hova, mikor, mennyit, hogy az kívülről alig tűnik föl, de a másik az úgy érzi, hogy halálos sebet kapott. Kell ez a tudati tér, amiben belátod az okot és az okozatot retrospektíve, és belátod a jelenlegi impulzust ebben a pillanatban, és ezzel a jövőt megóvod a nem kívánatos következményektől. Tehát egyáltalán a múltból, a jelenből és a jövőből lehet tanulni. Lehet, és ez a fajta belátás és bölcsesség, ez tényleg felruház egy olyan lehetőséggel, hogy megváltoztathatod a szokásaidat, és másképp reagálsz. Tehát az eddigi stimulusok egy bizonyos választ hoztak ki belőled, hogy megváltozik a szokásod, mert megváltozik az öntudatod, megváltozik a tudatod tere, akkor az ugyanaz a stimulus már más választ hoz ki belőled. És akkor nem akarod eltaposni, mint a férget, hanem mondjuk el akarod vágni a nyakát. Ez egy másik válasz. Egyébként. Hogyan lehet egyensúlyba hozni az anyagi jólétet és a felébredettség állapotát? Nagyon jól. Hát ezt remélem hallom, hogy én nekem. Tehát, hogy én mindig abban esek bele, hogyha elindulok úgymond befelé, tehát saját magam irányába, akkor elengedem az anyagot, ezáltal nyilván megzuhan a költségvetés, és rögtön anyagi problémáim lesznek. Aztán elviszem a fókuszt, hogy rendezzem ezeket a dolgokat, akkor viszont saját magamról leveszem nyilván a figyelmet, és akkor meg benne vagyok az anyagba, és állandóan a kettő között oda-vissza járkálok. Tehát, hogy nem, én nekem még ezt nem sikerült így megvalósítani, hogy egyszerre menjen mind a kettő. Az egyensúly állapot eléréséhez egy olyan gyakorlatra, napi szinten végzett meditációra van szükség, amely az adatokat belül magadban feldolgozza.
hogyha a feldolgozott adatmennyiség szépen beépül, ezek az érzékszervi hatások, gondolatok, érzelmek és egyebek. Ha ezt te magadban feldolgozod, akkor a tudatban ugyanolyan nagyobb tér és gyorsabb belátás, kevesebb hiba érvényesül, mint amit az előző válasz esetében mondtam. Tehát lehetséges nagyobb teherrel menni, csak ahhoz egy megerősített szerkezetre van szükség, és a tudat erre képes. Csak a megfelelő tréninggel meg kell erősíteni, kell tágítani, és akkor beállhat az, hogy egyesíteni tudsz olyan ellentéteket, és felállhat egy olyan egyensúlyi állapot, ami addig lehetetlen volt, mert oszcilláltál a kettő közt. De ha beállsz középre, és egyre hosszabb karral nyúlsz a kettő felé, akkor kellő karnyújtás után elérheted mind a kettőt úgy, hogy te nem mozdulsz. Na most ez a nem mozdulás, ez a legfontosabb. Hogy a tudat az nem fókuszt vált állandóan, hanem csak funkciót vált egy adott térben. Nem rohangálsz egyik helyről a másikra, hanem odaérsz ebből az állapotból ebbe is, és abba is. Ehhez főleg egy belső munkára van szükség. Nyilván ennek mondjuk az egyik oka az az, hogy mindig azt hangzik el, hogy minden, ez mind úgymond illúzió, hogy nincsen szükségünk ezekre az anyagi dolgokra. Szükség van rá. Hát én is így gondolom. De hogy hogyan használod és meddig? Tehát például mire van szükséged, és mi az, amit te csak a vágyadból úgy akarsz? Ez két külön dolog. És ha mered megkérdezni ezt magad, hogy ezre most szükségem volt, vagy ezt csak akartam? Tényleg szükségem volt arra, hogy elvégezzem munkámat, vagy nőnek érezzem magam, vagy hogy elmehessek szórakozni, vagy elmehessek vakációzni. Tehát nagyon sokféle szükségletünk van. De arra rárakni egy csomó mindent, az már a vágyad, az már a saját egyéni akaratod. Na most ezt a réteget, hogyha el tudod engedni, akkor előbb-utóbb egyszerű és tiszta lesz az élet, anélkül, hogy minőségvesztességet szenvedne el. Tehát kérdés az, hogy kevesebb leszek-e azáltal, hogy ezt a bizonyos anyagi eszközt, vagy birtoktárgyat felajánlom másnak, vagy eladom, vagy átadom, vagy pedig több leszek általa. Ezt mindig szépen pillanatról pillanatra idézd magadba, hogy ha odaadom ezt valakinek, akkor ezáltal én kevesebb leszek, vagy több. És belőle a lelked meg fogja adni a választ. Nincs objektív határ itt sem. De a kérdés az, hogy mennyire véded és mennyire kötöd meg magadhoz az életed anyagi aspektusát, vagy mennyire tartod fönt azt a nagyon-nagyon flexibilis, laza, neménes viselkedést, hogy amire szükséged van, azt megtartod. De ami az életed során hozzád jön, begyűjtöd, birtokolhatnád, de nincs rá szükséged, azt felajánlod, odaadod, esetleg eladod, és akkor ezáltal egy olyan körforgás jön létre, ez nem egy irányú folyamat, az univerzum erre válaszol. És ez nem az Isten fizesse mellékmondat, nem erről szólt, valós dolgokról van szó. Tehát próbáld azt ki, hogy mi az, amire szükséged van, és mi az, amit csak akarsz. És hogyha úgy kaptál valamit, hogy ez a tied lehet, de nincs rá szükséged, mi van, ha így vagy úgy átruházod? Nap mint nap generált félelmeinkkel. Mit lehet kezdeni? Ami fogalmunk sincs, hogy honnan születik, bizonytalanságból, jövőtől való félelem, tehát bármi, ami visszahúz. Mitől félsz? Hát gyakorlatilag sok mindentől, de inkább az, hogy mitől nem. Azt már tudod, hogy mitől nem. Attól nem szoktunk, de azzal kevésbé szoktunk tisztában lenni, hogy mitől félünk. És azt szoktuk hárítani, taszítani, hátat fordítani neki, és az első és legfontosabb dolog, hogy szembefordulsz vele, és megkérdezed, hogy mi ez. Félek. Mitől félek? És ekkor megindul az áradat, hogy én is. Tőlem is féljél, stb. Tehát így jönnek ezek a dolgok, és ekkor a jó harcos módjára, akire egy egész nagy sereg támad, a következőt kell tenni. Jó harcos tudja, hogy ő legyőzhető, ettől is jó harcos. Nem tartja magát legyőzhetetlennek, mert ez a vitéz narcizmusa, és ez a legnagyobb katasztrófa.
Tehát ő tudja, hogy bizonyos körülmények közt legyőzhető, és olyan körülményeket teremt, ahol ő győzhet. Oké? Okay? Mit csinál ilyenkor a vitéz, a jó harcos? Becsalja a sikátorba az ellenfelet, ott, ahol csak max. Ketten férnek el. Kettővel mindig elbánik, és van olyan jó, és van olyan állóképessége, ahogy kettessével jönnek, mint pif, puf, stb. Stb. Tehát nem csak azt kérdezem meg, hogy mitől félek, hanem merek a félelem tárgyával maradni. Oké, ettől félek, és most nem mozdulj. Most te vagy az, és akkor szépen így jön, és megkérdezed, hogy honnan. És akkor ott van az a csomó okozat, és az okozatot is darabonként szépen nézed, és ahogy látod, úgy foszlik le. Ahogy az azonosulás megszűnik, úgy tűnik el. Ahogy veszed ki az energiát, úgy szűnik meg. De ehhez merni kell szembefordulni, ráfókuszálni, meglátni, és azt, hogy önmagában ez az egész, mint konglomerátum nem állandó, feltételhez kötött, tökéletlen, tehát nincs tökéletes félelem, mert mindegyiken lyukat lehet vágni, ugye? És ez a saját belátásod, hogy bizony, ez ettől és ettől és ettől van, tehát ha ez megváltozik, ez a feltételrendszer, akkor ettől és ettől és ettől nincs, és ez elvihető, megszüntethető, stb. De ha nem fordulunk szembe, ha nem merjük a tudatot megállítani, és nem szűnünk meg rohanni a félelmeink elől, akkor a saját vadászösztönünk áldozatává tudunk válni. És ez nem szükséges. Tehát ezért kell a meditáció, ezért kell a felébredés, ezért kell mindez, hogy ezektől meg tudjunk szabadulni. Jó? Tehát fordulj vele szembe, lásd meg, kérdezz rá, és már ettől a bátorságtól a félelem csökken. És azt el is tud múlni. Teljesen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Úgyhogy remélem, hogy mindannyian megküzdünk saját félelmeinkkel és reményeinkkel. Néha a remények nehezebbek. És megköszönöm mindenkinek a jelenlétet. Remélem, hogy holnap, illetve a májusi visszavonuláson minél többötökkel találkozhatom. És gyakoroljunk együtt továbbra is. Menjünk az úton, és próbáljuk meg segíteni minden lénynek. Köszönöm a figyelmet!